Jó estét kívánok a Gyöngyösi Városi Televízió nézőinek! Önök a Fogadóra című magazinműsorunkat látják. Elmúlt héten a döntés előttben a pártok frakcióvezetőit hallhatták arról, hogy milyen napirendi pontok előtt áll a gyöngyösi képviselőtestület. Ezen már túl van a grémium, megtárgyalta a napirendi pontokat, a mai adásban pedig kifejtjük bővebben, hogy miről volt szó az elmúlt heti testületi ülésen. Ezügyben köszöntöm a stúdió vendégeit. Hisz György polgármester urat, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kévés Tamás alpolgármester urat, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És Tatár László alpolgármester urat, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Polgármester úr, sok kardinális pontot tárgyalta a grémium. Nyári szünet után egy igazi rendes testületi ülésre került sor, nem rendkívüli volt, nem különleges volt, hanem kifejezetten soron következő. A költségvetés tárgyalásával is foglalkozott a grémium, mégpedig az első fél évnek a teljesítésével. Hogy sikerül Gyöngyös városának a gazdálkodása? Hát a terveknek megfelelően, hogy a költségvetésbe jóvá hagytuk, úgy alakult. Abba lehetett látni, hogy nagyon sok olyan feladat volt, amit az elmúlt évről hoztunk át. Ugye a tavalyi költségvetésbe azokat a tételeket, amire nem sikerült évközben engedélyt szerezni, vagy mások miatt nem sikerült megvalósítani, azt idén kellett elkezdeni, idén kellett költségvetésbe újra betenni. És hát nagyon sok olyan képviselői kérés, ami a adott választókörzet életét jobbította, útépítések, járdaépítések, parkolóépítések, parkos is, nagyon sok minden ilyen beruházás, ugye azok szépen nagyrészt időarányosan teljesültek. Az már évközben is látszott, hogy ha tartjuk ezt az ütemet, akkor eléggé feszes lesz a nyári időszakunk. Ugye az első fél év, ez egy technikai jellegű, tehát minden évben, ugye szeptemberben érték az első fél évet, de az élet már rég nem arról szól, amiről szeptemberben tárgyalunk, hiszen eltelt a július, augusztus, szeptember, és a munkák dandárja ekkor nyáron készült el. Tehát ehhez képest azért a képviselők látták, hogy a számadatok mutatnak egy bizonyos teljesítést, a valóság ezzel szemben, amit a pénzügy bemutatott, hogy de ehhez képest már ez is kész van, ez is megvalósult, ez is átadás előtt van. Tehát a képviselő azért tudta értékelni, hogy messze többet költöttünk, mint ami az első fél évben ugye még számszakilag jelezve volt. Ugye azt is tudtuk, hogy ha szépen a kiadásokat teljesítjük, akkor nagyon vékony mezsgyén tudjuk teljesíteni az idei költségvetést, mert azok a nagy tételek, azok mind kiadásra kerültek, közöttük nagyon sok uniós pályázatnak az előkészítése, terveztetés, pályázatírás, koncepcióírás, illetve a nagy infrastruktúrális beruházók, útépítések, járdaépítés, körforgalom. Tehát ezek azért jelentősen megterhelték a költségvetést. Ami látszott és be is következett, hogy augusztusban egy ilyen folyószámlahitelt is igénybe kellett venni, nem azért, mert hiány mutatkozott, hanem mert voltak lekötött pénzeink. És azt rosszabb feltételek lehetett felbontani, mint a számlavető pénzintézetünktől hitelt felvenni, úgyhogy emellett döntöttünk, és hát ugye minden évben nagyon várjuk a szeptembert, az adó bevételeknek egy csúcs időszakát, és hál' Istennek igazgató úr erről is számot adott, hogy nagyon szépen teljesülnek az adóbevételek, minden adónembe, kommunális adóba, idegenforgalmi adó túlteljesített, azt jelenti, hogy a turizmus azért megmozdult a Mátrába, az iparűzési adó, az építményadó mindegyik teljesült. Év végére nagy valószínűséggel többletbevételünk lesz, ami egy jobb évindítást eredményezhet. Úgyhogy azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott, a terveknek megfelelő volt az első fél évünk. Alpolgármester úr, a grémium a költségvetést jónak ítélte, nyilván akkor a testületi döntés értelmében elfogadásra javasolták önök is a költségvetés teljesítését. Természetesen, viszont ahogy elmondta a polgármester is, ez egy technikai rész, és ugye szeptembert írunk, és gyakorlatilag első fél évről beszélünk. Tehát ahogy mondta, hogy gyakorlatilag folyószámla hitelfelvételre került sor augusztusba, az például ebben az anyagban nem is szerepelt, hiszen a könyvvizsgáló véleménye alapján, vagy a véleményezésére nem szerepelt 50%-os teljesítése, tehát pont ahogy a fél évet kell teljesítsük, úgy teljesítettünk.
valóban ez az augusztus mindig úgy telik el, mint a 6 éve képviselő vagyok, hogy gyakorlatilag azt látjuk, hogy a folyószámla hitelünk valamilyen módon hozzá kell nyúlni olyan pénzekhez, ami egyébként nem nagyon az önkormányzati, hiszen külső forrás kell biztosítani addig, amíg meg nem érkeznek az adóbevételeink. Ugye a szeptember 15-e az a dátum, amikor tényleg pénzügyi igazgató remegve várja azt, hogy milyen adóbevizetések lesznek, és hát tudjuk, abból tudjuk visszatölteni ezt a folyószámla hitelt, tehát gyakorlatilag az innentől kiegyenlítődik, és a év második részébe pedig az olyan munkákat, amiket reményeik szerint ugye akár tervezés, akár kivitelezési engedélye, vagy bármivel el van látva, azokat be is tudjuk fejezni. Annyit még el szeretnék mondani, hogy azért ez egy ilyen kezdő év volt a mi képviselőnk, meg mi frakciónknak, és azt mondom, hogy az összes frakciónak egy ilyen tanuló éve volt, amikor ugye egy ilyen javaslatot tehettek a képviselők, illetve a frakciók arra, hogy mit szeretnének fejlesztést belevinni a saját körzeteikbe. De akár akinek nincs körzet, az nyilvánvalóan város egészében gondolkodva próbált meg javaslatokat megfogalmazni. Most ebben azért láttuk, hogy a mi frakciónk, mert mindenki védje meg a sajátját, mi frakciónk egy picit le van maradva. Tehát teljesítés szintjén. Én úgy láttam, hogy ahogy összeszámoltuk, mindenkitől bekértem az összes frakciótagunktól, hogy hol áll a fejlesztése, és ugye a 120 millió, nem tudom, hogy 120 millió plusz még valamennyi volt, amennyit javaslatot tehetett tulajdonképpen összességében a Jobbik frakció a bármilyen felújításra, és ebben tényleg minden benne van. Ez körülbelül egy ilyen 40 millió még nem teljesül, de nagyon az a baj, hogy úgy néz ki, hogy remény sincs rá, hogy teljesüljön, és itt pont a nagyobb pénzek, amiket mi javasoltunk. Úgyhogy ezen kell most dolgozzunk a következő pár hónapban, 2-3 hónapban, hogy ezek ugye nyilvánvalóan a költségvetésben idén teljesüljenek. Ugye azt gondolom, hogy ez tényleg vita nélkül fogadjuk el, hiszen látjuk a teljesítést, és örömteli az, hogy fél évnél pont 50%-ot tudunk, és tényleg minden mutató szinte a költség bevételi oldalon is, és a kiadási oldalon is 50-50% a költségvetés aránya, tehát teljesen normális és elfogadható volt. Polgármester úr is és a polgármester úr is hivatkoztak arra, hogy a gazdasági igazgató úr vagy a pénzügyi igazgató úr már izgatottan várta szeptembert. Két hét múlva ő is a fórumunk vendége lesz, és majd el tudja mondani, hogy hogyan teljesítették a állampolgárok a kötelezettségeiket. Dr. Tatár László, a polgármester úr kívánja kiegészíteni valamivel a költségvetéses. Röviden egy-két észrevételem lenne. Tehát alapvetően nem volt izgalmi állapot költségvetés fél éves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása kapcsán, ugyanis az igazi vita a 16-os költségvetés összeállításakor szerintem eldőlt, hogy ezt az évet milyen paraméterek mellett töltjük el. Akkor egyezség született a városi szintű fejlesztésekről, illetve egy jelentősebb forráseszközzel támogattuk meg az uniós pályázatok előkészítését. Én úgy gondolom, ez jó döntés volt, a pályázatok elkészültek, beadásra kerültek, gyakorlatilag minden pályázatunkat befogadtak, és tulajdonképpen a támogatói szerződés megkötésére várunk, hogy indulhassanak ezek a projektek. Az állami szintű normatív támogatások is időben megérkeztek. Én szeretném kiemelni itt a közmunkaprogramra biztosított mintegy 72 milliós állami forrást, ami hozzávetőleg mondom, egy 180-200 embernek több szintű program mellett biztosított munkalehetőséget, a munka világába való visszavezetést, én ezt nagyon fontosnak tartom. Az adóbevételek teljesülése kapcsán mi a 16-os vitában is jeleztük, hogy egy picit óvatosan szabtuk meg a várható adóbevételeinket. Mi úgy érzékeltük, hogy Gyöngyösön is a gazdaság egy kicsit meglódult, az ipari parkban elhelyezkedő termelő cégeink jól teljesítettek, és tulajdonképpen az első fél éves mérleget közel 1,4 milliárdos adóbevétellel tudtuk zárni, amiben természetesen kommunális adótól kezdve minden benne volt. Tehát várhatóan második fél évvel ez a 2,6-2,8 milliárd közötti teljesülés az várható lesz. Ezek a feltételek biztosították a stabil gazdálkodás alapjait. Én úgy gondolom, hogy folyamatosan kaptuk a pénzügyi igazgatótól havi szinten is az jelentéseket, hogy pénzügyi egyenlegünk hogy áll. Igazából érzékelhető probléma nem adódott. Én úgy gondolom, hogy ez az év költségvetési szempontból stabilan, és évvégén is
és szerintem hiány nélkül tudjuk zárni ezt az évet. Akkor örömmel nyugtázhatjuk azt, hogy az önkormányzat gazdálkodása stabil, és a költségvetés teljesítése pedig a tervek szerint tudott haladni. Polgármester úr, lépjünk át a következő beszélgetési témánkra, ez pedig a rendeletek módosítása. Az önkormányzat most is több javaslatot tett, ön is tett javaslatot rendeletek módosítására. Kezdjük a temető rendelet módosításával. Tavasszal már beszéltünk arról, hogy július 1-től megváltozik az üzemeltetés. Azóta most eltelt már 4 hónap, július 1-től átvette az üzemeltetést a városgondozás. Hogyan váltotta be a hozzáfűzött reményeket, illetőleg most milyen rendelet módosult a temetkedéssel kapcsolatban? Örülök, hogy szerkesztő úr visszatért arra, hogy a városgondozás 100%-os tulajdonú cégünk gyakorlatilag törvényi felhatalmazás alapján kizárólagos jogot kapott arra, hogy a város temetőin belül csak ő végezhessen temetkezést. Ez eddig eléggé felemás módon működött, vagy nagyon, hogy mondjam, negatív módon a város részére, mert a város mindezeket a feladatokat ellátta kötelező jelleggel, ami a nagy kiadásokat jelentette, és bevételi oldalon meg hát nagyon mínuszosak voltunk. És soha nem tudtunk annyi pénzt költeni a temetőre, amennyit szerettünk volna, vagy amit szeretnénk, mert van még mit pótolni. Tehát itt a illemhelyekről, a tisztaságról, a utak, járdák állapotáról, kerítés, sok minden még javítani kell, ravatalozó lehetne sorolni. Azzal, hogy a VGRT-nk, Városgondozási Részvény Társaságunk július 1-től teljes körű temetkezést végez, kibővítette, tehát minden szolgáltatást tud nyújtani az elhunytak családtagjának, rokonainak, ez azt fogja jelenteni, hogy egy érezhető fejlődést tudunk, és reményeink szerint fogunk is végezni minden évben. Ugye most a legfrissebb statisztika szerint már a temetkezések 50%-át a városgondozás végzi. Ez egy viszonylag jó induló piaci pozíció, ez egy verseny, és remélem azt, hogy tényleg nemes lesz és a szolgáltatás színvonalát, hogy minél kegyeletteljesebb, méltóságteljesebb temetések jönnek be. Ebben az is segít, hogy a szórásos temetést bevezettük, ami árba jelentősen csökkentette a ilyenkor szerintem az egeket verő költségeket. Nagyon fontos az, hogy tényleg méltóképpen tudjunk város szerte szolgáltatást nyújtani, és árba is méltókép, és versenyképesek legyünk. És azt gondolom, hogy ebbe a rendeletmódosítás is sokat segített, hiszen pont lakossági észrevétel indított el a rendeletmódosítást, hogy nem értik a rendeleten belül, hogy miért van az, hogy egyes, kettes sírhely megváltás, még kell duplát fizetni, amikor nem veszik igénybe a szolgáltatást. Tehát volt egy kicsit egymás mellett elbeszélés, és hál' Istennek a felek leültek, itt főleg Sári képviselő volt az, aki ezt szorgalmazta, és végig egyeztetve hivatallal, végértével végül kijött egy jó rendelet, ami egy költségcsökkentést eredményezett. Aztán felmerültek olyanok is, főleg idősek kérdezték meg, hogy a helyi rendelet miért nem teszi lehetővé azt, hogy egy 85 éves ember miért, főleg egyedülálló, miért csináljon 30 vagy 20 éves sírhely megváltást. Hál' Istennek már az előző módosításunk is lehetővé tette, hogy rövidebb időre is lehessen, mert akinek se rokona, se hozzátartozója nincs, az azt mondja, hogy igen, eddig tartott az életem, még egy pár évig vagyok, de hát legtöbbször, vagy sok esetben olyan sincs, aki gondozza a sírt, vagy virágot vigyen, vagy egyáltalán a sírkövet ápolja. Úgyhogy ezek a rendelet módosítások most idejében nem először történt, mind abba az irányba mennek, hogy egy jobb szolgáltatást, egy elfogadható áron nyújtsunk, és hát ebbe a szegmensbe azt gondolom, hogy jó döntés született évelején, hogy a cégünkre bíztuk ezt a üzletágat, hogy szervezze meg a teljes körű szolgáltatást. Akkor kijelenthető, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket? Ezt majd a lakosok mondják, akik igénybe veszik a szolgáltatást, de nem hallottam, beszéltem egyházi személyekkel, beszéltem szertartást végzőkkel is. Eddig panasz nem volt még, úgyhogy ezt köszönöm a cégünk alkalmazottainak is. Alpolgármester úrak, kívánják kiegészíteni? Igen, volt még egy lakosság terhét csökkentő rendeletmódosítási rész is benne, amelyben
Ugye eddig a külsős vállalkozások végezték ugye a temetési szolgáltatást, és őnekik 3700 forint plusz áfa díjat kellett gyakorlatilag fizetni, hogy ők a tehát ezt a szolgáltatást igénybe vegyék. Viszont most ugye, hogy a javarészét a városgondozás, tehát mi végezzük el, itt teljesen fölösleges volt, úgy gondoljuk, hogy a költségvetés avval terhelni, hogy a saját cégünknek fizettessük ki ezt a díjat, ezért gyakorlatilag erről a díjról lemondott az önkormányzat, tehát ez nem egy 1,3 millió forintos előzetes számítások alapján, tehát gyakorlatilag ez ott marad a lakosságnál, és ennyivel kevesebbe kerül nekik a temetési költség. Én azt gondolom, hogy ez is egy jó döntés volt. Ugye körülbelül 3700 forint plusz 5000 forint körülbelül ez az összeg. Akkor még egyéb ilyen technikai részek voltak, amellyel ha nem temetkezési vállalkozó végzi, tehát akár sírköves, kőműves végzi a ottani munkálatokat, van ilyen temetői hozzájárulási díj, és ez is egyszerűsítve lett, egy elég bonyolult képlet alapján kellett nekik díjakat fizetni, ez is úgy lett, hogy akkor a egyik részének, tehát a rendelet fogalmazza meg, egyik résznek 1500 forintot kell fizetni, másiknak pedig 4500 forintot. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind, és még biztos, hogy lesz benne módosítás, azt gondolom, egy temetőrend, annyira új ágazat, és annyira gyakorlatilag még a végizérte is tapogatózik, de elég jó halad azon, hogy ezt tényleg profi módon végezzel, és biztos, hogy kell még rendeletmódosítás, hiszen azért vagyunk, mi is azért vagyunk, hogy a minél jobb szolgáltatást tudjunk nyújtani, és nyilván olyan áron, ami elérhető lesz a lakosságnak. Én azt látom, hogy maga az egész végézérté gondolkodása, ez egy jó lépés volt, viszont még többet kellene és kellett volna még az elszalasztott éveket is visszatekintve, akár a zöld területek karbantartásáról beszélek, egy cégnek odaadni, és igenis végezze saját maga, mert az sokkal jobban kontrollálható számunkra, mint hogyha idegen vállalkozókkal végeztetjük ezt a feladatot. A polgármester úr? Én röviden abból az aspektusból is megvilágítanám a problémát, hogy természetesen egy piaci verseny van. Piaci versenyben szolgáltatók még jelenleg is vannak a VGZRT-n kívül, de alapvetően kétségtelen, hogy versenyhelyzetben, versenyelőnyben van a saját cégünk. Én úgy gondolom, hogy a mi cégünkkel szemben azt a felelősséges teljesítést is kell a cégnek biztosítani, hogy eddig öt temetőnk fenntartására folyamatosan azért milliókat pumpáltunk a rendszerbe, és ennek ellenére voltak lakossági elégedetlenségek, mert bizony el kell mondani, hogy olykor igen-igen füves a temetőnk, kevés a zöld fa, azok a fák is el vannak öregedve, töredezett ágakkal, stb. Na most nyilvánvalóan, ha saját cégünknek nem az a célja, hogy egy full profitot termelő cégként kivigye ezt a pénzösszeget, hanem az, hogy a szolgáltatás színvonalát, a temető fenntartási költségeit is, hogy úgymond egy kicsit erről az oldalról is meg tudja támogatni. Természetesen nekünk az a célunk, hogy minden temető jól megközelíthető legyen, kényelmes legyen, tényleg a temetkezési szokásoknak megfelelő kulturális szempontból kulturált környezetet tudjunk biztosítani. Itt sokkal több az esély, mint egyébként más vállalkozói szolgáltatóknál, akik elsősorban a profit kivitelében voltak érdekeltek. Én úgy gondolom, hogy egyébként kevés még az idő, hogy mérleget vonjunk a VGZRT működéséről, de alapvetően megmutatkozott, hogy a piacon egyre nagyobb szegmenst fognak magukénak tudni, és az eddigi visszajelzések tényleg pozitívak voltak, melyet én úgy gondolom, hogyha majd kiegészítünk elégedettségi mutatókkal, tehát lehet ezt objektíven mérni, hogy tulajdonképpen volt-e valami negatív lakossági észrevétel, vagy mindenki elégedett, vagy a többség elégedett, akkor tudjuk majd úgy megnézni. A temetési fogalmazzak úgy, hogy ártáblázattal kapcsolatban. Nyilván ez, ahogy az élet változik, úgy változik majd ez a táblázatban foglalt pénzösszeg. Én úgy gondolom, hogy majd az első éves működés tapasztalatai után le kell szűrnünk azt, hogy hol kell esetleg beavatkozni rendeletmódosítással. Lenne két dolog még, amit ki kéne hangsúlyozni. Egyik, hogy cégünk olyan irányba is pozitívan mozdult, hogy a Kossuth út 8 alatt nyitottunk egy sarált virágüzletet, ami egy nagyon jó szakmai színvonalat eredményezett, szép a bolt, szép a kínálat, szép a kötészek munkája, és koszorú készítés is van, tehát a teljes spektrumot lefedés. Amire rá szerettem volna még világítani, hogy a
helyi hirdetési újságban itt azért a temetkezési vállalat, a konkurencia megütközött, és szóval úgy szeretné az ember, hogyha tényleg lenne egy nemes verseny. Én megértem azt, hogy a törvény nekünk adott most felhatalmazást, csak gondoljuk el, most ők úgy érzik, hogy kihúzták a sámlit alóluk, mi meg érezhettük úgy x évig, hogy mi megteremtjük a feltételeket közpénzen, és valakik meg ebből azt húznak, mert nekik nem kért hozzájárulni a temető fenntartása vagy gondozása, mert kötelező önkormányzati feladat volt. Most ezt szeretnénk úgy kiegyenlíteni, hogy a haszon szerintem ez döntéskérdés lesz, de szinte teljes egészében visszamegy majd temető gondozásra. És amit ugye nem mondunk ki, mert meg úgy furcsa kimondani, de tényleg azt eredményezte ez a verseny, hogy a Városgyarmati Részvénytársaságnál mindent meg lehet rendelni, koporsó, szemfödél, minden kelléket. Ezt meg lehet másoknál is, csak a bocsánat, a halottat koporsóstól át kell adni a temetőkapuba, mert a temetőkapun belül csak mi végezhetünk. Mi ezért mondtuk, hogy szeretnénk egy olyan szolgáltatást, és praktikusabb azt mondani, hogy igen, akkor egyszerre bízom a temetkezést, és látszik, hogy 50% tényleg így gondolta, hogy nem utaztatjuk és adjuk át egymásnak az elhunytat, hanem próbáljuk a cég kezébe adni, aki, még egyszer mondom, remélem, hogy korrekt szolgáltatást ad. Igen, hát ezt már megállapítottuk tavasszal is, hogy az emberek érzelmein keresztül azért ez nagyon érzékeny pont. Igen. Nagyon körbejárta az önkormányzat, hogy hogyan lesz ez július 1-től. Úgy látjuk, hogy jó kezekben van, és a jó gazda módjával végzik ezt a szolgáltatást a VGRT munkatársai. Én köszönöm a válaszaikat, a reklám után visszatérünk. Kedves nézőink, rövid reklám után folytatjuk Fogadóra című műsorunkat, maradjanak a Gyöngyösi Városi Televízióval.